Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai adásunkban az Egyházmegye két örömünnepére látogatunk. Először a kórházlelkészet 15 éves jubileumára, majd a cigánypasztorációs központ új épületének megáldásán veszünk részt. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata 2019. június 28-án ünnepelte 15. születésnapját. Ünnepi konferenciát tartottak, amelyre nem csak lelki gondozóikat, beteglátogató önkénteseiket, hanem más egyházmegye hasonló szolgálatainak képviselőit is meghívták. A háladó szentmisét követően került sor a tartalmas előadásokra, ahol nem csak tudásukban gyarapodhattak, hanem egymásnak is örülhettek. Az ünnepnap volt a mi számunkra, mert éppen a mai nap 15 éves a Váci Egyházmegye kórházlelkész szolgálata. Ezt onnét számítjuk, hogy 15 évvel ezelőtt Bér Miklós püspök atya aláírta az Egyházmegye kórházpasztorációs tervét, és ebben benne foglaltan ugye ezzel megalapított minket is. Érdekesség az volt még a mai napnak, hogy ugye idén tavasztól legtöbb egyházmegyében elkezdtek valamilyen formában felállítani kórházlelkészségeket, vagy lelkigondozói közösséget, beteglátogató önkénteseket összegyűjteni, és ezeket a csoportokat is meghívtuk. Sokan el is fogadták a meghívást, és eljöttek, képviseltették magukat, és nekik is szerettünk volna egy kis támpontot adni az előadásuk segítségével is, hogy milyen színes ez a világ, merre felé induljanak el. De hát még akár a kis korábban kiadott nyomtatványaink, meg füzetkénket is ugye odaadtuk ajándékba, és reméljük, hogy azzal is segítünk valamit. Az volt ma a célunk, hogy a legnagyobb műhelyekbe belássanak a jelenlévők, tehát a Semmelweis Egyetem lelki gondozói képzésébe, egy kicsikét az igazgatóhelyettes előadásán keresztül, azáltal, hogy a lelki gondozói munkáról, az önreflexióról beszélt. Aztán ugye a Szapienciának az életébe szerettünk volna belátni egy másik előadás segítségével, ami még túl is lett teljesítve, mert ugye a Szapiencián is tanító nővér hozta magával a vele együtt dolgozó egyosztályon főorvosként ugye ott dolgozó doktornőt, és így mutatták be, hogy az, amit tanítanak képzésen, az hogyan valósul meg ugye a hétköznapokban egy-egy beteg ágynál, egy-egy beteget kísérve, gyógyítva, vagy éppen ugye eltávozót elkísérve. És közte pedig, hogy lássuk, hogy a lelki gondozás az nem csak kórházi munka, hanem hogy más helyszínei is vannak. Közben ugye a kilátó Ferences Mentálhigiénés szolgálatot hívtuk meg vendégségbe, akik ugye kis testvéreink, ők még csak 5 évesek, de annyi csodálatos színes dolgot művelnek, hogy az segített minket is rácsodálkozni, hogy vannak még lehetőségek és távlatok. Ilyen 15 éves jubileumnak azt hiszem, hogy mindig lehetősége, meg egy ilyen feladata is, hogy így előre meg hátra tekintsenek azok, akik ebben az intézményben vagy ebben a hálózatban dolgoznak, és hát egy ilyen reflexiós technikát mutattam be, illetve a résztvevők segítségével gyakoroltuk is, spirituális reflexió a neve, és ez akkor is fontos, amikor valakivel találkozunk, vagy amikor egy időszakra egy visszatekintünk, és próbáljuk keresni azt, hogy mi az a érték, ami ebben számunkra így megadatott, és mi az a lehetőség, ami pedig így távlatokat vagy perspektívát nyit egy kapcsolatban, egy eseményben, vagy egy hosszabb folyamatban vagy szakaszban, mondjuk egy ilyen 15 év lelki gondozói szolgálat kialakításában vagy működtetésében. Tehát azért spirituális, mert az Istennel együttműködve, az ő jelenlétében történik, és azért reflexió, mert valamiképpen visszagondolunk a találkozásra, és engedjük, hogy most ne a gondolataink, ne a szakmai tudásunk alapján értékeljük, meg elemezzük ezt, hanem hogy képek segítségével, amik jöhetnek szentírásból, természetből, művészetből, ének, zeneművekből valamiképpen egy ilyen koherens belső képé alakítsuk a találkozásnak az élményét, és ez vigyen tovább minket az újabb találkozások felé.
Jézus nagyon szeretett példabeszédeket mondani. Ugye ezek is ilyen belső képek, hogy van, itt van 100 bárány, és az egyik eltéved, akkor ő azt javasolja, hogy induljunk el a elveszett bárány, és örüljünk neki, amikor megtaláljuk. Ugye ez egy egyszerű történet, egy egyszerű kép, ami így bennünk elkezd dolgozni, vagy elkezd működni, és amikor egy adott élethelyzetben ezt így elő tudjuk hívni, akkor ez lehet Istennek az indítatása, a bennünk lakó léleknek az inspirációja arra, hogy tegyünk valamit, mondjuk valakiért. És ezek a belső képeink is, tehát hogy abból indul ki ez a megközelítés, valóban egy integrált dolog, kicsit a lélektannak, meg a teológiának, meg a személyes hitünknek, vagy spiritualitásunknak így a kapcsolódási pontja, hogy Isten nem csak kívülről valamiképpen üzen, vagy sugal nekünk valamit, hanem bennünk él a lelke által, és amire a lélek minket indít, abban bízhatunk, hogy ez az Istentől való, és ez nem úgy megy, hogy a mindennapokban kirekeztem őt, hanem úgy, hogy mindig vele járom valahogy ezt az utat, és akkor nem kell attól tartanom, hogy éppen most valamilyen más inspiráció, sugallat vagy indítatás születik meg bennem, hanem az, ami egyébként is a bennem lévő Isten, vagy a bennem lakó Istennek az indítatása és a léleknek az inspirációja. Úgyhogy így kapcsolódik talán a lélektan, meg a teológia, meg az egyéni személyes spiritualitás össze ebben a módszerben vagy eszközben. A kilátó az egy olyan mentálhigiénés szolgálat, amely ferences háttérrel mentálhigiénés segítőbeszélgetést nyújt ingyenesen, ez nagyon fontos, hogy térítésmentesen, 3 helyszínen Budapesten, és egy helyszínnel Szegeden, egy vidéki helyszínnel, illetve különböző csoportokat tartunk, tematikus, önismereti csoportokat, illetve bibliodrámát. Nagyon sokféle csoportunk van, most talán egy olyan 8 csoport indult ebben az évben, és meg is teltek. Mondjuk e között van olyan, amely önismerettel foglalkozik, mindegyiknek az alapja mondjuk elsősorban az önismeret, de hogy például egy pszichodráma csoport, ami egy olyan jó egy-másfél évig tartó, vagy akár 2 évig is tartó csoport, annak mindig elsősorban az önismeret áll a középpontjában. Vagy például a bibliodráma, az is az Isten kapcsolat, rajtam keresztül, magamhoz hogy kapcsolódom, és az Istenhez hogy kapcsolódom. És akkor van egy csomó tematikus csoportunk is, például ilyen irodalomterápiás csoport, vagy az anyós suli, amely kifejezetten az anyósokat szólítja meg, hogy a családban hogyan találják meg a helyüket az új felosztásban, amikor a gyermekük megházasodik. Művészetterápiás csoport. Ezeknek mind megvan a tematikája, és aki ezt elolvassa és megszólítja őket valamire leírás, akkor ők elmennek. 3 alapvető pillére vagy szolgálata, tevékenysége van a szolgálatnak. Tehát van az egyéni segítőbeszélgetés, ahol mentálhigiénés szakemberek vagy lelki gondozók várják a betérőket egy egyéni beszélgetésre, tehát egy per egyben. Ez egy lehet egy hosszabb folyamat is, akár 5-10-15-20 alkalmas folyamat. Vannak a csoportok, amiről már az előbb beszéltem, és van család- és párterápiás konzultáció. Tehát amiről én most beszélni tudok, az az egyéni segítőbeszélgetés, mert hogy én azt csinálom már 5 éve. Nagyon jellemzően általában akkor jönnek az emberek, amikor úgy érzik, hogy elveszettnek érzik magukat, nem találják, hogy merre menjenek, mi az irány. Lehet, hogy nem is tudják megfogalmazni, hogy mi is a bajuk, csak azt érzik, hogy valami nem stimmel. Aztán nagyon sokszor jönnek azért, mert az ilyen kapcsolati nehézségeik vannak, akár párkapcsolati nehézségeik például. Nagyon sokszor jönnek gyásszal, olyan gyásszal, hogy akár egy elvesztenek valakit, de akár egy olyan veszteség, ami mondjuk egy szakítás, vagy egy válás, nyomán keletkező gyász. Abban segítjük, hogy megtalálja az ő saját megoldását, az ő saját válaszát, az ő saját útját ahhoz. És van, hogy nincs válasz, van, hogy nincs megoldás egy helyzetre, de abban is nagyon szerintem tudunk segíteni, hogy az olyan helyzetek, amiken nem lehet változtatni, mondjuk egy haláleset, de hogy azzal megtanulni együtt élni például, hogy hogyan tudom folytatni tovább az életemet ezzel a gyásszal, ezzel a nehézséggel, ezzel a hiánnyal például.
Hogyha a Váci Kórház lelkészség 15 esztendős, és június elején nagy örömmel vettük az e-mailt, ami értesített bennünket arról, hogy lesz ez az ünnepség, és külső érdeklődőket is vártnak a szélrósa minden irányából. Így jöttünk mi Pécsről, a Pécsi Kórház lelkészség munkatársaival, egy csipet csapat, de egy lelkes csapat. Ugye nálunk 2016 óta működik a betegek gyógyítója kórház lelkészség, viszont komolyabb szervezeti formát ez a kórház lelkészség 2018 decemberétől vett. Ekkor indult be az éjjel-nappali telefonos ügyelet, és 2019. februárjában kapták meg a megbízó levelüket az önkéntesek, akik kicsivel többen vannak, mint 20 fő, és hát ugye ők járják Pécs kórházait. Egyelőre még az energiáink Pécsen kötődnek le, hiszen 1600 klinikai ágy van Pécsen, tehát azért egy kisebb falu, hogyha lehet ezt így mondani. De azt látjuk, hogy nagyon hasznos ez a szolgálat, és csúnya szóval élek most, de értsük jól, van ránk igény a kórházlelkészi szolgálatra, szentségki szolgáltatás szempontjából is, de nagyon-nagyon fontos az is, hogy az önkénteseink bemennek egy-egy kórterembe, és ott beszélgetnek, illetve, ami még talán ennél is fontosabb, meghallgatnak embereket, tehát így a lelki gondozást viszik és csinálják, és tényleg erre azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a mai világban. A lelkipásztorkodásnak szerintem olyan területe a kórházlelkészség, ahol nyilván nagyon sok fájdalommal, szenvedéssel, nehézséggel lehet találkozni, és ez úgy orba is tudja vágni az embert. Ugyanakkor sok esetben nagyon hamar lehet, hát hogy így mondjuk, a pozitív visszajelzést megkapni arról, hogy amit csinálunk, az jó. És hát a lelkipásztorkodásnak meg az életnek nem minden területén van ez így. A kórházpasztoráció egy ilyen érdekes terület a maga nehézségeivel együtt is. A mai nap pedig hát egyébként azt adja nekünk, hogy nem vagyunk egyedül, vannak, akik az úton már előttünk járnak tőlük, nem szégyen kérdezni velük, nem szégyen kapcsolatban lenni, nem szégyen tanulni. Talán az sem szégyen, hogyha ötleteket átplantálunk, vagy egy picit kegyesen ellopunk. Tehát így élvezzük ezt a mai napot, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Én féltem attól, amikor kórházlelkész lettem tavaly augusztus 1-én, hogy vajon lesznek-e önkéntes munkatársa, ki az, aki ezt vállalni fogja, hogy ő bejár a kórházakba, és beszélget a betegekkel, meg meghallgatja a betegeket. És nagyon érdekes, hogy a Jóisten időről időre megszólít embereket, nemhogy békén embereknek, és hát ez a gondolat így jön, és ők rámozdulnak a helyes cselekvésre. Na most, hogyha ez így meg tudna maradni, és ez így folyamatosan lenne, hogy egy-két emberben mindig valami így megmozdulna, ez lenne igazán fantasztikus, meg kell, hogy valljam ezt időnként, nem mindig, de időnként szoktam is kérni, meg ezért hálát is szoktam adni. Az előadásunkban az Irgalmeseni Kórház krónikus osztályán lévő lelkigondozói szolgálat munkáját szerettük volna bemutatni, hogy mennyire szerves része a lelkigondozó munkatárs munkája az osztály életében, hogy én orvosként hogyan tudok rájuk támaszkodni, mi az a segítség, amit tőlük kaphatok. Amikor ezt a felkérést megkaptuk Faragó Artúr atyától, számomra egyértelmű volt, hogy az osztályt vezető főorvosnővel, Kis Krisztina doktornővel közösen szeretném ezt az előadást megtartani, ami hülyen visszaadja azt az együttműködést, ami megvalósul ezen az osztályon évek óta orvos és lelkigondozó között. Mind a ketten úgy gondoljuk, hogy egy beteg ellátás az nem merülhet ki ott, hogy gyógyszert adunk, vagy az orvosi ellátást végezzük, hanem kell a beteg lelkével, pszichéjével is foglalkozni, és a hozzátartozókkal is foglalkozni kell ugyanúgy. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy ilyen minőségű lelkigondozói munka egy osztályon akkor valósulhat meg, hogyha az osztályt vezető főorvos lelkigondozói szemlélettel van jelen a betegek és a munkatársak felé.
Az előadásunkban nagyon sok történetet hoztunk, tehát arra példának, hogy hogyan tud egy lelki gondozó munkatárs kapcsolódni a betegellátáshoz. Ebben voltak persze szomorú történetek, amikor egy halálesetnél, egy nem várt halálnál, vagy egy szomorúságnál kellett a lelki gondozó munkatársnak a beteget, hozzátartozókat tartani, viszont nagyon sok olyan történetünk is volt, amikor valamilyen pozitív volt a végkicsengés, akár úgy, hogy egy betegnek visszaadtuk a kompetenciáit, az életbe eresztettük, akár úgy, hogy egy súlyos helyzetben, amikor kétséges volt a felépülés, akkor megtartottuk, és a felépülés vezető út az a lelki gondozó munkatárs segítségével ment már, és erre hoztunk több példát. Az osztályon 3-6 hónapig tartózkodnak betegek, sokszor azért kerülnek ide, mert a család éppen nem tudja vállalni azt, hogy otthon ápolják, gondozzák őket, vagy pihenésre van szükségük, mert éppen ezt teszik, és szeretnének egy picikét hátrébb lépni ebből a betegápolásból, vagy sokszor azért van szükség az időre, hogy előkészítsünk egy hosszú távú elhelyezést a betegek számára, együttműködve a családtagokkal és a gyógyító tímen belül. Ezért előfordul valóban, hiszen ez egy krónikus osztály, hogy itt ezen az osztályon kísérjük el az utolsó útjukra a betegeket, de emellett sokszor előfordul, hogy valóban vagy visszatérhetnek az otthonukba, vagy abba a szociális intézménybe indulhatnak tovább, ahol méltó módon tölthetik az idős korukat. Azt tudtuk meg, hogy ez az osztály egy híd, az aktív ellátás és a beteg további sorsa között, bármi is lényeg ez a további sors. És ezen a hídon kell nekünk kísérnünk, orvosoknak, lelkigondozó munkatársaknak egyaránt. Bármennyire is biztonságot ad ez a légkör, ahogy körbevesszük a betegeket, hosszú távon mégis hospitalizálódhatnak, hogyha nem engedjük őket tovább. Ezért is fontos ez a szemlélet, hogy távolabbra tudjunk nézni, mint a krónikus belgyógyászat ajtaja. Lelkigondozóként azt szoktuk vallani, hogy egy lelkigondozói találkozásban nem ketten, hanem hárman vagyunk. Szoktuk azt is mondani, hogy van két fülünk, a sajátunk, van egy harmadik, amire figyelünk a folyamatban, mi történik, és van egy negyedik, amivel fölfelé hallgatunk. A lelkigondozói munkában elkerülhetetlen az, hogy ebből a spirituális erőforrásból, amit mi képviselünk, magunk is táplálkozzunk. Ez a gyakorlatban úgy jelenik meg, hogy egy lelkigondozó a szolgálatát nagyon gyakran a kórház kápolnában kezdi el. Mondjuk ezt úgy, hogy bemosakodunk a szolgálatba. A nap végén, amikor visszagondolunk a beszélgetésekre, találkozásokra, oda visszük a Jóisten elé, a kórház kápolna keresztje elé ezeket a sokszor nehéz, fájdalmas beszélgetéseket. És jó ez nekünk azért is, mert nem nekünk kell ezeket a megoldásokat megtalálni. Jó engedni azt, hogy Isten adja meg sokszor a válaszokat, és hogy mi ebbe csak eszközök legyünk. Egy katolikus intézményben azt gondolom, hogy így valamelyes könnyebb dolgunk van. Nem csak azért, mert hogy mindig van szakmai, akihez fordulni, hanem hitben is van mindig hova fordulnunk és kibe kapaszkodnunk. És ez a külön egyenkénti erőforrás sokszor összekapcsolódik. Megsokszorozódik, és így tudunk odalépni elhunyt mellé, hogy együtt imádkozzon orvos és lelki gondozó. Következő 15 esztendőben én attól tartok, hogy minden hónapra találom magunknak rengeteg munkát, ahogy látom, hogy a munkatársaim is egyre újabb dolgokat találnak ki, amiknek e részében a megvalósításában nekem is részt kell vennem, tehát nekem is gyártják az újabb és újabb munkát. Leginkább azt tudnám a magunknak kívánni, hogy még több elfogadottságot szeretnénk. Ami azért fontos, hogy még inkább meg tudjuk találni a rászorulókat, tehát hogy még több beteget el tudjunk érni, akinek szükség van arra, hogy beszélgessünk, vagy kísérjük őket. A Váci Egyházmegyében Dúl Géza plébános vezetésével több mint 12 éve működik a Ceferino Ház, a cigánypasztorációs iroda, hogy az evangéliumból áradó szeretet erejével enyhítse a cigányok és nem cigányok közötti feszültségeket, segítse az integrációt. Az iroda 2016-ban Szátok községbe költözött. A roma önkormányzat szerint a lakosok 75-80%-a roma. A hátrányos helyzet mértékét jelzi, hogy Szátokon nem csak az iskolát zárták be, hanem a boltot, sőt a kocsmát is.
A faluban semmiféle infrastruktúra nem állt az egyház rendelkezésére. Ekkor a kocsma romos épületét megvásárolta a Váci Egyházmegye, és más adományozók segítségével felújította, cigánypasztorációs központot, közösségi házat alakított ki benne. A tanév folyamán délutánonként a gyerekek iskolai felkészülésre jönnek össze, táncfoglalkozásokra, gitártanulásra van lehetőség, az épület udvarában focipálya, pingpongasztal várja a fiatalokat. A cigányok és nem cigányok közös összefogásának eredményeképpen létrejött közösségi ház avatására és megáldására június 28-án került sor. A sajtótájékoztatót követően Bér Miklós váci megyés püspök mutatott be szentmisét a szátoki Minden Szentek templomban. Az ünnepség a közösségi ház udvarán folytatódott. Miután Bér Miklós megáldotta az épületet, gyermektánc csoportok mutatkoztak be. Mondhatjuk zsákfaluja. Ez egy olyan község, ahol 80%-ban cigány emberek laknak. Megszűnt az iskola, bezárt a bolt, és ez nem sok helyen fordul elő, hogy még a kocsma is bezárt. A Váci Egyházmegye 2006-ban elkezdte a cigánypasztorációs intézményét felépíteni. A püspök atya engem rendelt ennek az élére. Fölépült egy hálózat, cigánypasztorációs hálózat, pillanatilag 6-7 falu tartozik hozzá, közösségi házakkal, mindenütt gyermekcsoportokat vezetünk, evangelizációs feladattal vannak jelen a munkatársak, többnyire cigány, illetve nem cigány munkatársak, akik azon fáradoznak és azon dolgoznak, hogy a cigányok és a nem cigányok közötti szakadékot, társadalmi, gazdasági szakadékot, hát a társadalmi tudunk inkább segíteni, áthidalják. Szátokon megvásárolta az egyház a kocsmát, a kocsmának a romos épületét, amelyet 3 év alatt sikerült újjáépíteni. Nyilván a Váci Egyházmegye részben a Váci Egyházmegye finanszírozta, másrészt pedig nagylélkű adakozók 2 év alatt összeadták a másik felét a szükséges összegnek. Azért vagyunk most itt, és ennek az ünnepségnek az a célja, hogy a gondviselésnek ezt a gesztusát felénk megünnepeljük, és felhasználjuk arra, amire kaptuk a cigányság és a nem cigányok közötti nehézségek és feszültségek megoldására, illetve a falak lebontására. Azért, hogy a cigány emberek is akadálytalanul részének érezhessék magukat az egyház tevékenységének, az egyház életének. A faluban elindult egy gyerekcsoport, amelyik most már rendszeresen jár ide. Itt táncot tanulnak, focizhatnak, egy focipálya is létesült az udvarban, pingpongozhatnak, táborozásra készülünk, kirándulásokra megyünk, ugyanakkor tanévben tanulószobaszerű foglalkozások vannak, amelyek segítjük a gyerekeknek a tanulását, hogy nyilván a megélhetésük majd felnőtt korukban megfelelő alapokon nyugodjon. Végfogási mékére Én nagyon örülök, hogy ahogy idejött a Dúl Géza úr, atya, és ebből a kocsmából varázsolt nekünk ebbe a faluba egy Szeperino házat. Ugye ennek a Szeperino háznak a mai nap folyamán van a avatása, amit a püspök úr felszentelt, és amit átadott nekünk. Tulajdonképpen átadás, illetve felszentelés. Hát sokat dolgoztunk rajta, hogy ilyen szép legyen, gyönyörű, illetve hogy a gyermekeinknek helyet adjon. Erre büszkék vagyunk a Dúl Géza atyára, illetve a Váci Egyház megyének a püspökére, hogy így megalakult. Hát meg mi ránk, hogy mi is tudtunk itt dolgozni, illetve segíteni a Géza atyának ebbe a csodálatos munkájába.
Hát maga a jó Istennek is köszönjük, ugye, mert ha Istenke nem nézett volna gánk, meg a Géza atya nem jön ide, akkor ez mai napig is egy kocsma hely lett volna. De én örülök külön még annak, hogy a gyermekeink számára nyílt ez a lehetőség. Egy nagy öröm, hogy el tudjuk foglalni a gyermekeinket, amikor a szülők elmennek dolgozni, illetve akik nem is dolgoznak, aznak a gyerekei is ide tudnak jönni, és el tudjuk őket foglalni, illetve játszani. Napköziből, mikor iskolába jártak, hazajöttek, itt tudták befejezni a leszkéket, meg tudják írni maguknak, erre van ilyen szakoktató, akik őkkel foglalkoznak. Hát sok mindenben tudnak részt venni, táncolni, szóval lehetőség nekik adott, hál' Istennek. Nem kell a úton csellengni, ide-oda járkálni nekik, hát itt elfoglalják magukat. Géza atya mesélte nekem, hogy az átoki táblán le van húzva az első két betű, és átok van odaírva. Ez a cigányság körébe egy ilyen a nem szeretetnek, a átkozódásnak, a gonosznak a szavai ezek. És én ott megálltam autóval, és elkezdtem elmékedni és imádkozni. Visszamentem, és megmutatta nekem azt az épületet, ahol együtt fogunk dolgozni. Ez egy régi kocsma volt. És ahogy bementem, bevillant az agyamba, hogy ott csupa rossz dolgok történtek, balhék, verekedések. És amikor bementem a kocsmába, ott szétnéztem, és bevillant a gyerekkori emlékeim, és azt éreztem, hogy nekem itt nekem is valamit tenni kell. Oda kell állnom a Jóisten elé, és az igazságé, hát megtenni. Lehet, hogy keményen kell dolgozni, lehet, hogy többször kell ide jönni, többször evangelizálni, de most említették, hogy ünnep. Ez nem ünnep. Beteljesedett, amit a Jóisten szeretett volna velünk kezdeni. Használt minket, mi megengedtük, hogy használjon. Hálózatunkba 5 település tartozik, plusz a szátoki. Valkó, Kálló, Vanyarc, Becske, Dejtár és a szátok. Talán nem hagytam ki senkit. Helyszínenként különböző az össze a létszám, de van, ahol van 20-21 gyerek, van egy-két hely, ahol csak ilyen 10-11, és vegyes csoportok is vannak. Tehát, hogy nem csak cigány gyerekek, hanem vegyesen is, és szépen működik a dolog. Tehát ennek a foglalkozásnak az a célja, hogy a gyerekeknek megadjuk azt, ami hiányzik. Akár a szeretet, a törődés, odafigyelés, gondoskodás, mert van sok család, ahol nincs meg az a szülői háttér esetleg, és szerintem ezt mi pótoljuk. Tudjuk nekik ezt egy kicsit pótolni. Ugye, hogy a Váci Egyház megyéhez tartozunk, a katolikus keresztény életet is napi szinten gyakorolják velünk a gyerekek, és én azt látom, hogy igen, hogy másképp viselkednek, tehát akik már régebbtől vannak ezekben a csoportokban, azok a gyerekek már sokkal jobban tudnak beilleszkedni egy társadalmi helyzetbe akár, meg a tanulás terén is vannak jó, pozitív visszajelzések, de ugye szálltuk az még a kezdet, tehát itt még nagyon az elején vagyunk, sokkal több a munka. A közösség az úgy jön létre, hogy igazán én ebben a gyerekben nem a cigány gyereket látom, hanem a gyereket, illetve ismerem a gyereknek a hátterét, tudom a családi hátterét, ismerem a családi hátteret, és mivel annyira sérültek ezek a gyerekek lelkileg, hogy nekik a szeretet hiányuk van tulajdonképpen, nekik azt kell megéltetni velük, hogy a közösség az egy jó dolog. Akarnak idejönni. Tehát a rajzainkat kéne látni, ami a falon van fönt, hogy most ugye nagyon nagy örömünkre a mi képünket kapta meg Ferenc pápa. Az a bizonyos rajz, ami készült, az tőlünk ment ki a mi közösségi házunkból, és nekünk ez egy akkora öröm volt, hogy ezt el sem mondhatjuk. A kis földgömbön a sok
gyerekkel, különböző nemzetiségű. Tehát a közösséget megélni, megint csak azt tudom mondani, hogy ahhoz nekem kell, hogy is mondjam, talán visszafogni magamat az indulataimban, mert nagyon sokszor van olyan, hogy engem is kihoznak a sodromból, tehát nekem kell adni bizalmat nekik először. És utána, amikor elnyertem a bizalmukat, akkor már van kapcsolat. 5 éve kezdtük el a gyerekekkel foglalkozni Becskén. 2 évet voltam önkéntes a Ceferi Nuháznál, és 3 éve van már a Becskén házunk. 2 évig jártunk Vanyarcra, tehát ott közösen a vanyarci gyerekekkel és a becskei gyerekekkel voltak a foglalkozások, és ugye, hogy most már 3 éve Becskén vagyunk, igazából azóta foglalkozunk úgy komolyabban velük. Nálunk vegyes csoport van, tehát nem csak cigány, hanem nem cigány gyerekek is járnak hozzánk. Nagyon jó a közösségünk, jól megértik egymást a gyerekek, próbáljuk őket a hitéletre nevelni. Így iskolaidőben úgy van, hogy 3 óra között jönnek fel a gyerekek, és akkor 4-től tanulóidő van 5-ig, 5-től vannak a foglalkozásaink, a tánc, beszélgetünk, társasozunk, kirándulásokat szervezünk, hétvégente is akár, és akkor 6 órától van egy ilyen szabad foglalkozás, akkor már kicsit nagyok együtt vannak a házban, és akkor mindig kitalálunk valamit. Uzsizunk, jól érezzük magunkat, beszélgetünk, nagyon szép beszélgetéseink vannak. Hittant is tanulnak a srácok, bár azt nem velem. Most első áldozási csoportunk is van, első áldozásra készülnek a gyerekek. Minisztránsaink is vannak, úgyhogy most elindítottunk egy ilyen csoportot, akik az első áldozásra készülnek a Dúl Géza atya vezetésével. És úgy tervezzük, ezt most megsúgom, hogy jövőre a 2020-as eukarisztikus kongresszuson fognak első áldozni a srácaink, ugye ott több ezer első áldozó lesz egyszerre, és oda szeretnénk őket elvinni, hogy ott áldozzanak. Mi járunk a napközis csoportban, és először tanulással kezdünk, vagy leckeírással, és utána táncolunk, vagy játszunk. És nagyon jó élményekkel megyünk haza minden nap, vagy úgy táncot tanulunk, vagy a régiket gyakoroljuk. A legnagyobb örömöm az, hogy itt együtt vagyunk, és mások örömében segíthetünk, hogy játszhatnak, meg minden. Nekem a legnagyobb örömöm az, hogy közösségben vagyunk, és hogy szeressük egymást, és jobban megismerhessük egymást. Mi a Becskei napköziben ugye Gréti kedden vagy hétvégén szokott járni hozzánk próbálni cigánytáncot, és most készülünk is a Szent Kútira, mert cigántáncot fogunk tanulni, és mi a Becskei napköziben szoktunk játszani így a többiekkel, és énekelni is szoktunk, meg imádkozni. Hát ilyesmiket szoktunk azt csinálni. A napköziben mit csinálunk? Nekem a játék, a szeretet és az egymással való, úgymond, érzelem, meg a sok próba, amire készülünk mindig, ezek tetszenek a legjobban nekem. Én a cigánytól és a nem cigánytól nem különböztetek semmit. A faj nem érdekel, hogy milyen. Nekem csak a szeretet számít meg minden, hogy jó legyünk meg, barátságosak. És ez minden megvan a napközinkben. És még az is nekem, hogy a cigányok ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanolyan vérben vannak, mint mi, és tudunk velük játszani, meg ugyanúgy, mint mi, és szeretni kell őket. Nincsenek véletlenek, ez nekem nagyon sokszor visszatérő gondolatom, erre rácsodálkozom, hogy éppen Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódott ennek a közösségi háznak a megnyitása, ez nekem nagyon sokat számít. És pont most értem meg én is, meg üzenetként ezt így fogom fel, hogy a Jóisten Péter és Pál apostolt is rádöbbentette arra, hogy nincsenek elválasztó határok ember és ember között. Az egyházban mindenkit meghív az Úristen, az egyházban mindenkinek helye van.
ennek a feltétele az, hogy Jézus Krisztusban mindnyájan fölismerjük a mi szerető Istenünket, aki megszólít, meghív, és aki mindenkivel sorsközösséget vállal. A Szentlélek Úristen ebben segítsen bennünket, hogy ezt el is higgyük egymásról. Semmit mindig szoktam mondani, hogy egyikünk sem maga választja meg, hogy hol születik. Ez egy adottság, de éppen ebből következik, hogy ezt a Jóisten szempontjából nézve tudomásul kell vennünk, és így kell elfogadnunk egymást, mindenkit a maga adottságaival. Ez a ház a találkozásnak a lehetőségét adja. És amit megint sokszor hangoztatok, hogy attól azért félünk néha egymástól, meg gyanakvók vagyunk, mert nem ismerjük egymást. De ha leülünk egy asztalhoz, akkor feloldódnak ezek az ellentétek, gyanakvások, előítéletek, és én azt hiszem, hogy ez ennek a háznak a küldetése. Kedves nézőink, ezzel mai adásunk végéhez érkeztünk. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!